Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakkmagazin 2016. december végi adásában. Gunyáth Zoltán műsorvezetőt vagyok, és állandó műsorvezető társam Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. A karácsonyi ünnepek alatt meglehetősen sok beiglit, halászlevet és egyebeket fogyasztottunk. Ezek után már ideje annak is, hogy nem csak a gyomrunk izmait mozgassuk meg, hanem mozgassuk meg agytekervényeinket is, és sakkozzunk egy kicsit. Beszámoljunk a műsorunkban a megye és a világ legnagyobb jelentőségű sakkeseményeiről. Karácsony megelőzően járt a megyében is, és az országban is, és a világon mindenhol a Mikulás, és ennek az apropójából a Nyíregyházi Sakkiskola sokadik alkalommal rendezte már meg a Mikulás kupát, amely egy országos vonatkozású verseny. 150-200 gyerek szokott mindig sakkozni ezen a versenyen, különböző korcsoportokban, külön díjazva a fiúkat és a lányokat. Ez a verseny rendkívüli népszerűségnek örvend, és a szervezőknek és a versenybíróknak is öröm nézni a sakkozó gyerekek vége láthatatlan sorát. A versenyről tudósított egyébként a Kölcsei Televízió a korábban, viszont most be kell, hogy számoljunk a győztesekről, egyáltalán milyen volt a verseny. A beszámolóra Péter nagymestert szeretném megkérni, mint a verseny főbíróját. Hát ugye ez a verseny már immár 12. alkalommal volt megrendezve. Ahogy ugye mondtad, ugye rendszerint 200 környéki körül szokott lenni a létszám ezen a versenyen. Ugye a legkisebbektől, tehát azt mondom, hogy az utóbbi 3-4 évben már külön óvodáskor csoportot is indítunk, tehát én azt mondom, hogy az 5 éves korosztálytól a 18 éves korosztályig 2 évenként ugye mennek fel, vagy változnak a korcsoportok. Úgyhogy és hát ez én azt mondom, hogy a régió legnagyobb gyerekrendezvénye. Hihetetlen sok megyebeli játékos játszhat, és egyben ugye ez egy Mikulás kupának indul, de ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnoki, korcsoportos bajnoki címeket is hivatott eldönteni ez a versenyünk, tehát mindenképp egy azért indítottuk, hogy legyen verseny a gyerekeknek. Mikulás kupa, ugye minden gyermeket egy Mikulás csomaggal ajándékoztunk meg, tehát, és egy sakkújsággal is, tehát mindenki remélhetőleg hatalmas élménnyel távozott a versenyről, és ugye játszhatott 7 partit, 7 fordulót. Én úgy gondolom, már a régióból a legjobb játékosok nagyon erős mezőn gyűlt össze több korcsoportban, és a régióból azért nagyon erős, nagyon jó játékosok tisztelték meg részvételükkel a versenyünket. Most egy picit, én azt mondom, hogy most 170-en voltunk az idei évben, egy kicsit pont olyan időszakban voltunk, ami ilyen nagyon egy vírus végig söpört elég sok iskolán, óvodán, tehát és elég sok gyerek hiányzik, tehát emiatt sajnos több gyerek nem tudott eljönni a versenyre, emiatt volt egy picit kevesebb most a létszámunk, de én azt mondom, hogy ennyi gyereket leültetni, egy helyen játszani, az egy fantasztikus dolog, és ez mindig az én szívemet egy picit úgy, hogy is fogalmazzak, tehát nem megenyhíti, hanem mindig olyan boldogságot ad, amikor ennyi gyerek egyszerre egy helyen ott ül, és imádva sakkoznak, gondolkoznak, és egy boldog délutánt eltöltenek. Ennek az egész versenynek, rendezvénynek ez a célja, hogy jól érezzék magukat a gyermekek, és ugye természetesen emellett azért ugye a bajnoki címeket is a különböző megyebeli ugye sakk egyesületek meg tudják szerezni, és ugye el tudják indítani a legjobb játékosokat. Itt, és úgy gondolom a verseny vérkeringésbe is bevonjunk egyre több gyereket, tehát ez is az alapeszméje versenyünknek, tehát hogy minél több gyerek játszon, de az amatőr szintől, tehát az iskolai szintől ugye a
hát azt mondom, hogy a legjobbakik, akik már ugye szinte országos versenyen is játszottak. Tehát mindenképp az, az az egész versenynek a lényege, ugye immár 12 éve, hogy bevonjuk, sok gyerek legyen, és jól érezzék magukat. Tehát versenyalkalmat adjunk a félprofiknak, lehetőséget a kezdő és alacsonyabb szinten sakkozó gyerekeknek a versenysak megismerésére, és mint minden versenyen, ezen a versenyen is láthattunk boldogan ugrándozó gyerekeket. Eltört a mécses, de hát a keserű szájízt azért megédesítette a minden gyereknek kiosztott Mikulás csomagnak a tartalma. Az biztos. Így aztán minden gyerek boldogan ment haza, még hogyha imitam, ott el is tört a mécses, a végeredmény minden évben az szokott lenni, hogy a gyerekek egyszerűen nem akarják abba hagyni a sakkozást, és eredményhirdetés után is ott maradnak a sakktábláknál, és végeláthatatlan küzdelmet vívnak egymással. Szinte várják már a szervezők, hogy a gyerekek abba hagyják a sakot és elmenjenek haza, hogy el tudjanak pakolni a teremből. Kik voltak a győztesek? Hát én igazából a megyebeli győztesekről beszélnék, ugye itt legtöbben, ugye, akik nem a megyéből jönnek, ugye miskolciak nagyon erősek, ugye a miskolci kisbocsokról már az előző adásban beszéltünk, tehát ők ott nagyon-nagyon jó sakkutánpótlás folyik, és a legkisebb gyerekeiket elhozzák, és ők nagyon jók. Debrecenből a debreceni sakkiskola játékosai is nagyon erősek, nagyon magas szintet képviselnek, tehát ők is eljöttek a versenyünkre. Tehát Egerből eljött hozzánk Majoros Rózsa, aki országos bajnok, többszörös országos bajnok, korcsoportos világbajnokságon vett részt, tehát nagyon-nagyon erős korcsoportjának egyik legjobb játékosa. Tehát sok erős és jó játékos indult. Én inkább a megyebeli játékosokkal foglalkoznék, és azzal, hogy ezekben a csoportokban ugye nagyon sok ugye nyíregyházi játékos, de nagyon sok ugye megyebeli játékos is indult, és ugye itt látszik, hogy a megyében hol folyik sakképzés, sakkoktatás, milyen régóta folyik ezeken a helyeken, tehát általában ezek a játékosok kerülnek oda az első helyekre. Tehát, kik voltak ezek? Most én előbb beszélnék itt a műhelyekről, tehát ugye egyértelműen ugye most, ha az iskolákat nézzük, ugye a Nagy Halászi Baptista Általános Iskola, ugye már nagyon régóta beindult a sakképzés, ott ugye a Polgársakpalota programban részt vesznek, tehát ők már régóta rendszeres, tehát már az első versenyeinken is részt vettek, tehát ott egyértelműen nagyon jó sakképzés folyik, a jobbakat már úgy tudom, hogy te veszed át, ugye a kezdő szintről, vagy ugye aki már haladóbb szinten van. Emellett ugye a Dávid eszében, a Betlen Gábor iskolának a tanulói nagyon jó eredményt értek el, az Arany János gimnáziumnak a tanulói kifejezetten jó eredményeket, ugye az Apáczai Általános Iskola. És hogyha visszatérünk ugye természetesen ugye a csapatainkra, ugye a Piremon esse, a Nyíregyházi Sakkiskola esse, ugye a Dávid eszé, hogyha ezt nézzük, ugye nagyon erős játékosokat delegál erre a versenyre, és általában ezek a játékosok szokták az érmeket hazavinni. És Gulyás tanár úr is beindított a Máté Szalka környékén. Hát mindenképp, Gulács. Ugye ott én úgy tudom, hogy 2 vagy 3 éve indult be a sakkoktatás, és igazából én azt mondom, hogy lány szinten fantasztikusak, már a Diák Olimpia országos döntőjébe is bejutottak, tehát hihetetlen, hogy 2 év alatt milyen fejlődés van ott is, és nagyon sok gyerekkel érkeztek a versenyünkre, tehát mindenképp a Máté Szalkai Széchenyi ugye katolikus, német kétanyelvű ugye általános iskola tanulói is nagyon jó erőt képviselnek, ugye. Hát itt a környéken én úgy gondolom, hogy a legjobb műhelyeket ugye felsoroltuk. Akkor most nézzük a neveket, ugye, hogy kik nyerték meg a versenyeket, és kik végeztek ugye érmes helyen. Tehát ugye a legkisebbeknél, ugye az óvodásoknál 5-en voltak, volt egy tokai kisfiú, ugye ő második lett, de a verseny Gutyán Róbert nyerte, aki fantasztikusan ügyesen és jól játszott.
Igazából a tokai kisgyerekkelők kiemelkedtek a mezőnyből, és a rangadót megnyerte ugye Robika, és ezzel ő nyerte meg a, ugye mindkét kupát, ugye a Szabolcs-megyi győztesnek járó kupát is, és a, ugye az óvodásoknak járó nagy verseny kupáját is ő nyerte. Lám, milyen nehéz a sakk, szegény óvodás gyermek két kupát kell, hogy hazacipeljen. A versenyen tehát nem csak az agya, hanem az izmai is erős. Igen, és emellett még ugye két érmet is hazavitt. A további korcsoportokban mi volt a végeredmény? Itt még megemlíteném, igen, ugye Pisák Roland lett a Szabolcs megyében a második, és Lengyel Dusán lett a harmadik, és végül is pici bánatomra, ugye negyedik, de nem tudtunk adni érmet, de negyedik helyen végzett Forgács Ambrus is, tehát hatalmasat küzdöttek, végig játszották az egész versenyt, úgyhogy fantasztikus, és nagyon jól élvezték, a végére teljesen belejöttek, belerázottak a versenybe, a sakkóra használatába, úgyhogy nekem nagyon tetszik. Tavaly egy picit több óvodásunk volt, vagyis jóval, idén most valamiért ugye többen jelezték, sajnos betegség miatt, hát a vírus az söpört igen, az országban. Igen, le kellett mondani, úgyhogy ez így alakult, de nagyon aranyosak voltak így. A 8 éves korcsoportban ugye a legjobb megyebeli játékos, aki már fideélővel is rendelkezik, ugye Gavilki Vandrej lett, ő vihette haza a Szabolcs megyei első helyért járó kupát és érmet. Második helyen végzett Juhász Edmond, aki Csengerből érkezett hozzánk. Harmadik helyen pedig Mészáros Szabolcs végzett, aki a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola tanulója. A lányoknál László Molli végzett az első helyen, aki a Móric általános iskola tanulója. Kozma Viktória szerezte meg a második helyet, aki Magyról érkezett hozzánk, és harmadik helyen pedig Forgács Rozi végzett, aki az Apáczai általános iskola tanulója. 10 éveseknél nagyon komoly verseny volt, a fiúknál Bodnár Lévi, a Betlen Gábor általános iskola óvoda és gimnáziumnak a tanulója. Második helyen végzett Fabók Norbert, aki Nagyhalászból érkezett hozzánk. Harmadik helyen pedig Bartalos Bence végzett, aki a Piremon játékosa, és egyben az arany játékos, arany tanulója, arany gimnáziumnak a tanulója. A lányoknál ugye itt lehet látni ugye Gulyás tanár úrnak a kezemunkáját, Durbák Hanna végzett az első helyen, aki ugye Máté Szalkáról érkezett hozzánk, második helyen végzett Varga Mira, aki az Apáczai iskola tanulója, és harmadik helyen pedig Szabó Maja végzett, aki szintén Nagy Halászból érkezett hozzánk. 12 éveseknél az egész verseny megnyerte Blahota Marcel, aki nagyon jól játszott holt versenyben, nyerte, második helyen Gyöngyi Bálint végzett, és harmadik helyen pedig Dán Marcel. Hát itt azt kell mondanom, hogy ez a nyíregyházi sakkiskola és az Apáczai közös csapata is lehetne, mind a hárman az Apáczaiban tanulnak, és a nyíregyházi sakkiskolának a tanulói. A lányoknál Gyöngyi Eszter végzett az első helyen, ugye ő is Apáczai is, és sakkiskolás, második helyen végzett Pinke Maja Lilla, aki Nagyhalászból jött ugye a baptista általános iskolából, és harmadik helyen pedig Székely Eszter végzett, aki ugye szintén a Betlen Gábor iskola tanulója, és a Dávid Eszé tagja. A 14 éves korcsoport egy nagyon komoly korcsoport volt, talán a legerősebb és a legjobb korcsoport a 12 éveseké volt. A 14 éveseknél első helyen végzett Wagner Gergő, aki ugye a tiszavasvári játékosa, de Záhonyból érkezett hozzánk. Ő meglepetésre nyerte, de megérdemelte. Nagyon jól játszott, a rangadókat ugye sikerült megnyernie is, és nem vesztett, tehát veretlenül végzett az első helyen. Nagyon-nagyon jól játszott. Második helyen végzett Tóth Tibor, ugye a Piremon és az arany tanulója, és a Piremon játékos. A harmadik helyen pedig Varga Marcel, aki ugye a Kródi gimnáziumnak a tanulója, és egyben a nyíregyházi sakkiskola játékosa. A lányoknál Szabó Luca végzett az első helyen, aki ugye Nagyhalászból érkezett hozzánk. Második helyen Nagy Bettina végzett, aki a
Pireman játékosa és a Krúdi gimnázium tanulója, és harmadik helyen pedig Nagy Dorina, aki szintén Nagy Halászból érkezett hozzánk. A 16 éves fiúknál ugyan Dániel végzett az első helyen, aki sakkiskolás játékos, Palkovics Balázs, ő Piremon játékos, és harmadik helyen pedig Szuhánszki Gergely végzett, aki szintén ugye sakkiskola játékosa. A lányoknál Orosz Eszter végzett az első helyen, aki ugye a Krúdi gimnáziumnak a tanulója, de ugye Nagy Halászi illetőségű játékos, második helyen végzett Benicsák Patricia Eszter, aki a Piremon játékosa, és harmadik helyen pedig Nagy Fanni végzett, aki szintén ugye Nagy Halászból érkezett hozzánk. A 18 éveseknél ugye ott már kevesebben voltak, ott Tumó Bence nyerte a versenyt, aki Piremonos, és Góca Ádám lett a második helyezett, aki szintén a Piremon játékosa. A lányoknál pedig egy induló volt, de ők együtt játszottak a 16 évesekkel, ott pedig Blahota Réka végzett, amúgy is a lányok között a legjobb helyen, úgyhogy én azt mondom, hogy amint elmondtam ugye, hogy ki honnan érkezett, tehát azért lehet látni, hogy hol folyik olyan munka, ami már régóta elkezdődött, és ugye a sikereknek ez a záloga, hogy minél több munka ugye régóta elkezdődött, és nagyon sok gyerek jön ezekből az iskolákból, egyesületekből, egy fantasztikus közegbe kerülnek ezek a gyerekek, és ami, én azt szoktam mondani, hogy egyik legfontosabb a sakban, hogy használják a fejüket, gondolkodásra készteti őket játékon keresztül, és hihetetlen jó élményben részesülnek is egy ilyen sakverseny kapcsán ezek a játékosok. A világ sakberkeiben volt gondolkodás kisé magasabb szinten is, hogy tovább fűzzem a gondolataidat, sőt a legmagasabb szinten is, ugyanis a közelmúltban zajlott le a világbajnoki döntő. A világbajnoki döntő arra hivatott választ adni, hogy a 25 éves norvég sakfenomén Magnus Carlsen világbajnok meg tudja őrizni a világbajnoki címét, vagy pedig el tudja tőle rabolni az orosz színekben versenyző Szergei Karjakin, aki szintén 20-as évei közepén jár, és bár kisé alacsonyabban jegyzett, tehát alacsonyabb értékszámú, mint a világbajnok, de mégis rendkívül erős és masszív stílusú játékos. Mi volt a világbajnoki döntőn, kérlek, mondd el nekünk. Hát igen, hogy visszatérünk itt a nagyon fontos, hogy a Mikulás kupánkhoz is, ugye a sakk legfontosabb rendezvényét tartották november 30-án fejeződött be a sakk világbajnoki páros mérkőzés. Ugye azt kell tudni mindkét játékosról, hogy 1990-ben születtek, tehát egy évben született, 25-26 évesek mindketten, és fantasztikus küzdő Karjakin, aki ugye a kihívója volt a világbajnoki címet védő Magnus Carlsennek, és nagyon megdolgoztatta Carlsent. Ugye Carlsen a meccs 6-6-os döntetlennel zárult, tehát 12 parti után egyet nyert Carlsen, egyet nyert Karjakin, és a rapid rájátszásban dőlt el a világbajnoki páros mérkőzésnek a sorsa. Amennyiben ugyanis a 12 rendes gondolkodás idejű parti nem hozna döntést, mint ahogy nem is hozott döntést, és 6-6 arányú döntetlennel ért véget a páros mérkőzés, ezek után rövidítik a játékidőt, és úgynevezett szétvívásban, szétütésben dől el a világbajnoki cím sorsa. Ilyenkor rapid partikat játszanak, és ha az is döntetlen, akkor jön a rövidített gondolkodás idejű villámparti. Mi lett végül is a szétvívásnak az eredménye? Hát a rapid partiban eldőlt, és 3-1-re nyert Carlsen. Az első kettő döntetlen volt, harmadikat megnyerte. Carlsen feketével és a negyediket világossal is szintén begyűjtötte. Ott már egy egyenlő állásban kockáztatnia kellett hát talán egy picit jobban állt a Carlsen, de kockáztatnia kellett ugye a nyerés érdekében Karjakinnak, és azt a végállást fogjuk majd megnézni, hogy milyen szépen zárta le Carlsen ezt a világbajnoki párosmérkőzést. Azt kell talán még elmondani magáról a párosmérkőzésről, hogy hihetetlen nagy küzdő, ahogy említettem már Karjakin. Több állásban is rosszul állt, veszve volt,
az első 6 forduló alatt. Ott azt hiszem a 3., 4., 5. partiban konkrét vesztései is voltak. És ettől függetlenül, ugye, amiben nagyon jó a Carlsen, tehát hogy ilyen óriás kígyóként öleli a játékosait, és akkor ilyen hosszú partikban idézőjelben így megfojtja a játékosát, és végjátékban gyakorlatilag megnyeri a partikat. Tehát bizonyos szempontból Karpovra emlékeztet a játékra. Igen, nagyon-nagyon, tehát nem annyira nyitásra fekteti a hangsúlyt, hanem a középjáték végjátékbeli nagyon fontos elemeire a partinak, és igazából azt kell, hogy mondjam, hogy tud, azt mondom, hogy 40-50 jót lépni a Carlsen, és az ellenfelé még nem nagyon tudtak ennyi jót lépni. És igazából karjakincse, csak a végén most ő is hibázott egy párszor, tehát a Carlsen is. Tehát az ellenfelei, ugye itt Anand volt, aki ellen ugye 2-szer nyert Carlsen, ott azért jó játékos az Anand, de az elég simának tűnt mind a két páros mérkőzés. Ez azért sokkal keményebb, még hogyha ugye a 8. fordulóban nyert karjakin, tehát ott még egy kicsit meg is ijedhetett a Carlsen, de hát nem olyan fából faragták, a 10. fordulóban ugye kiegyenlített Carlsen, és akkor az utolsó kettőben igazából nem nagyon kockáztattak, a Rapid mérkőzésre halasztották ugye a világbajnoki címnek az eldöntését, ahol ott már kidomborodott. Nagyon jó védekező játékos a karjakin, tehát fantasztikus energiákat tud beletenni a partikba, amit itt be is mutatott a hosszú partikban, de azért az igazi támadó játékos és az igazi sakkot azért mégis a Carlsen játszotta ezen a páros mérkőzésen, és azért valószínűleg ő érdemelte meg itt legjobban ezt a, vagyis ha megvédje a címét, ugye most immár háromszoros világbajnoknak mondhatnánk, de ugye már azt hiszem, hogy 3 éve ő a világbajnok, és hát talán a világ legjobb sakkozó, és hát azt mondom, hogy nem talán, hanem ugye, mivel ő a világbajnok, ezért ő a világ legjobb sakkozója, de ezt az élő pontszámban is mutatja, ugye magasan vezeti a világranglistát, ugye Carlsen. Azt kell még tudni, hogy ugye hihetetlen nagy népszerűségnek örvend Carlsen Norvégiában, hihetetlen nagy elánnal indították be az iskolai sakkoktatást, és onnan ugye felépítve nagyon sok gyereket vonnak be a versenyrendszerbe, és az olimpián már fantasztikus eredményt is értek el, tehát ami idén volt Azerbajdzsánban, Bakuban, tehát ennyit jelent, hogyha van egy világbajnoka annak az országnak, és ugye ez most meg is maradt. Én azzal folytatnám, vagy azzal zárnám le itt a beszámolónkat, ahogy ugye Carlsen zárta le az utolsó lépésével, egy fantasztikus áldozattal ezt a világbajnoki páros mérkőzést. Tehát, hogyha kedves tévénézők megnézik ezt az állást, ugye nagy kockázatot kellett itt már vállalni, a utolsó forduló, ugye a Rapid páros mérkőzésen, vagyis ugye a Rapid játszmákban, és ugye egy ponttal vezetett Carlsen, tehát mindenképp nyerésre kellett játszani a karjakinnak, ami ugye visszafelé sülte, de egy fantasztikus vezéráldozattal, vezér H6-tal fejezte be ezt a küzdelmet, ami én úgy gondolom, hogy hihetetlen nagy és gyönyörű befejezés, tehát ez esztétikailag is gyönyörű, lezárása egy ilyen világbajnoki páros mérkőzésnek, és úgy gondolom, hogy azért Carlsennek is, tehát hihetetlen. Tehát ugye azt kell látni, hogyha királlyal ütök, akkor Bástya H8 jönne, és az lenne mat, ha pedig gyaloggal, akkor pedig Bástya üti F7 érkezne matra. Tehát kettővel is üthetem, és mind a kettőre mattal zárul. Fantasztikus, és ezt hát most pontosan nagyon minimális ideje volt a Carlsen, vagyis hát jó, minimális, tehát én úgy gondolom, hogy egy percen belül volt, de hát pillanatok alatt meglátta ezt a mattot, és hihetetlen gyönyörű
fantasztikus lépés ez a vezérháhat. Tehát ez még mindig, én úgy gondolom, hogy ez örökre, aki látja, bevésődik az agyába, és ez egy, hát ha nem is volt annyira izgalmas maga ez a páros mérkőzés, de ez emlékezetessé teszi, ez az utolsó lépése a páros mérkőzést. Én azt hiszem, hogy a világbajnoki páros mérkőzéssel mindkét játékosnak ötöst véshetünk a képzeletbeli bizonyítványába. Carlsennek azért, mert megőrizte világbajnoki címét, és immár, ahogy mondtad, háromszoros világbajnoknak tekinthető. Karjakinnak pedig azért adhatunk a képzeletbeli bizonyítványba ötöst, mert a rendes gondolkodás elő partikban döntetlenül végzett a világbajnokkal, sőt még a játék közepén még előnyt is szerzett, vezetést is szerzett, alig, tehát úgy kellett a világbajnoknak kiegyenlíteni a 10. partiban Karjakin ellen, és ez egy olyan óriási dolog, mint amikor 12 évvel ezelőtt Lékó Péter is döntetlenül mérkőzött a világbajnoki címért az orosz Vladimir Kramnyikkal, és tisztes helytállás és nagyon szép küzdelem volt Karjakintól is, mint hogy annak idején Lékó Pétertől. Igen, csak ugye annak idején a Kramnyik a döntetlenen megtartotta a világbajnoki címét, itt pedig ugye Rapiddal rájátszásban dőlt el, hogy ki lesz a világbajnok. Annó, hogyha Péter játszhatott volna a Kramnyik ellen, talán még magyar világbajnokunk is lehetett volna. És még magasabb szintű lett Igen. volna a magyar sakkozás, hiszen ez egy óriási löketet adott volna a rendkívüli sakkhagyományokkal rendelkező magyar sakkozásnak, de hát ez már az elveszett lehetőségek kategóriájába tartozik csupán. Én is azt mondanám, hogy végig izgalmassá tudta tenni Karjakin ezt a mérkőzést, tehát egy nagyon látványos, vagy bocsánat, nem is azt mondom, hogy látványos, izgalmas páros mérkőzés volt végig is. Tehát a sakkhoz értők azok tudták értékelni és érzékelni a küzdelmeket. Hatalmas küzdelem volt amúgy, és kijátszott partik voltak végig, tehát nagyon-nagyon nagy. És ugye azt kell tudni, hogy New Yorkban játszották végig a döntőt, tehát Amerikában. Tisztelt nézőink, szeretnénk befejezni időnk lejárván az idei utolsó lólépésben sakkmagazinunkat. Boldog új évet, eredményekben, boldogságban, egészségben és mattadásban gazdag új évet kívánunk mindenkinek. Viszontlátásra! Viszontlátásra!